Hiába játszottunk 93 percen keresztül emberelőnyben, csak 15 szögletig jutottunk. KTL Paks 0-0. A szombati Újpest DVTK 7-0, Puskás Kisvárda 4-2, Mezőkövet ZT 1-2 és a Fehérvár MTK 4-0 után vasárnap a KTL a Paksot fogadta a Széktori stadionban. A vendégek a bajnoki ezüstéremre és a Magyar Kupa győzelemre is esélyesek még a 2023-24-es bajnoki szezonban. A párosszor sikerült mérkőzés felébresztett minket, és most már azért az utóbbi két meccset sikerült megnyernünk. Noha nem volt meggyőző a játékunk egyiken sem szerintem, azt gondolom, hogy lassan azért talán kiegyenesedünk. Örülök, ha minél több magyar játékossal játszik egy klub, Kecskemét is így tesz, mi is. Azt gondolom, hogy ez a nézőknek is szimpatikus. Volt tavaly is olyan csapat, aki legyőzött bennünket, vagy ebbe az évbe is, és kiestek az élvonalból. Mi készültünk erre a találkozóra, nyilván, hogy nem véletlen vannak a második helyen, illetve jelenleg a harmadik helyen, és a Magyar Kupába a döntőbe. Valószínű, hogy jobban teljesítettek azon a mérkőzésen. Ugye egy döntetlen is van ellenük. Bízunk benne, hogy ma azért fordul a kocka. A hazaiaknál egy még a fehérmedes paksiaknál 5 helyen változtatott a két edző az előző fordulóhoz képest. A hatodik perc eseménye meghatározta az összes többi. Haraszti Vágóval szembeni szabálytalansága piros lapot érdemelt. Bognár György gyorsan változtatott hadrendjén és a kapujától 20 méterre felhúzatta a védőfalát. A Kecskemét Lukás kiugratásaival próbálkozott, de csak szögletekig jutott. A 33. percben Hán is sárgalapot kapott. A paksi stáb nem tétovázott, lehozta a csatát és helyére középpályást Malogot küldte a pályára. Plusz 4 perc volt a ráadás. Továbbra is átütő erő nélkül játszottunk, és ez a tempó a védekedő paksnak igencsak megfelelt. A 49. percben Májár lőtt, Szabó pedig fejjel mentett. A szünet után jött Pálinkás és Nikicsár, Helmik és Lukás helyére. Az 50. percben Belényesi lövésébe két védős belevetődött, azaz Szappanosnak most sem akadt dolga. Rá 10 percre Zsótér és Nagy jelentkezett játékra. A 78. percben Zsótér szögletét Szappanos ütötte a léc fölé. Mindkét csapat elfogadta a 0-0-ás eredményt, ami a Paks esetében érthető, hiszen 93 percen keresztül 10 játszottak 11 ellen. Nehéz bármit is mondanom igazából. Talán a kreativitás hiányzott a csapatból, melóztunk, küzdöttünk, szerintem a hozzáállása teljesen rendben volt minden, a kreativitás, talán kapra lövés, ezek hiányoztak a játékunkból. Hősiesen küzdött a Paks, mindig az utolsó pillanatban pont odaértek, vagy mi rontottuk el igazából. A fél időben megbeszéltük, hogy türelmesek legyünk, gyorsan forgassuk az oldalakat, és utána pedig pontos beadásokkal próbáljunk meg gólt szerezni. Azt gondolom, hogy voltak is lehetőségek, ahogy fogalmaztam meg, ahogy te is mondtál, de ez ma kevés volt ahhoz, hogy győzelmet szerezzünk. Természetesen az volt, hogy mindegyik mérkőzést meg szeretnénk nyerni. Ugye ma azért döntetlenre sikerült, de ahogy mondtad te is, van még két mérkőzés, fel fogunk készülni tisztességesen mindkét csapatból. Jövő héten Újpesten nehéz mérkőzés vár ránk, úgyhogy fel kell kötni a gatyát, és reméljük, hogy győzni fogunk.